Több mint 12 éven keresztül milliók figyelték Gazdagrét családjainak mindennapjait, szerették és azonosultak velük. A mai kultikus Szomszédok indulásának 30. születésnapját ünnepli. Most felelevenítjük a legjobb történeteket a sorozat rendezőjével és írójával, Horváth Ádámmal, Csőrös Karol és Nemcsák Károly színművészekkel. Jó reggel! Csokkolom, jó reggel! Jó reggel! 87 májusában volt az első... Május 9. Ugye, hát egyidősek vagyunk a sorozattal, én is mindjárt 30 vagyok. Számítottak ekkora sikere? Nyilván nem úgy indult el, hogy 4 vagy 5 részt akarnak csak vetíteni belőle, de azért 12 éven keresztül. 6-ot rendeltek, azt a 6-ot megcsináltuk, és mintha mi sem történt volna, ment tovább. Tehát 6 darab részt összesen? 6 részes sorozatot. Azt a... Aha. És lett bőle 332. Hogyan születtek ezek a karakterek, Ádám? Miért éppen ilyenek lettek, amilyen mondjuk Etus lett, amilyen mondjuk Vágási Feri lett? Ezek hogyan pattantak ki az ön fejéből? Hát lényegében úgy, hogy ezt akartam, hogy minél szélesebb társadalmi síkon mozogjon, és mindenféle embereknek az ismerősei is kellettek. Tehát a nyomdába a másik nyomdász, a vonalas művezető, a következő nyomdába más, barátság, család, az iskola, Ivancsics Ilinek a tanártársak, a szülők, tehát hogy minél szélesebb ismeretségi kör tartozzon bele, hogy minél többet tudjunk elmondani a mindennapokról. Etus szerepe például az elején nem volt benne, ha jól tudom, hanem később, nem, az 5-től volt. Később jöttem. Mert hogy az hogy volt, Karola, tényleg? Ez hogy jött? Hát úgy volt, hogy mondta, hogy majd jön egy asszony, és nem jött, és én nyúztam állandóan, hogy hol vagyok már. Ja, azt hittem, hogy azért nem, mert ugye mondta tanár úr, hogy az elején 6-ot rendeltek belőle, aztán kiderült, hogy óriási sikere van, igen. És akkor otthon önök megbeszéltek, ugye, mint férj és feleség, hogy jó lenne, hogyha ön is benne lenne. Nem beszéltük meg, hanem ő mondta, hogy benne leszek. Már megértem. Így beszéltük meg, hogy ő között, hogy benne vagyok, aminek én mert nagyon már az elsőben említették, hogy van a Fröhet Editnek egy mamája, mert hozta ebédet, egy ételordóba a kulka, és mondta, hogy a mamát küldte rántott hús krumplival. És úgy is indult, hogy nekem szóltak, hogy vigyázni kell a Júlcsira, és én mint az őrült rohantam a Gazdagréten laktam, én a Sasazsai út mellett laktam, és rohantam egy taxi, beültem a taxiba, és így kerültem hozzájuk. Etus karaktere egyébként mennyire áll közel az ön karakteréhez? Vagyis hát igazából akiről mintázta, az a mamája, a Sárközi Márta, és a szerencsébb volt ismerni. De hát ez egy egész más, egy határozott, egy komoly, egy fantasztikus nő volt. Úgyhogy mindig mondta az Ádám, hogy ez nem az Etus, ez puhább. Ez. És mikor azt mondták, hogy én milyen jó vagyok, és milyen ilyen, meg olyan, meg amolyan, akkor büszke voltam, mert tudtam, hogy jól játszottam el, mert egész más volt, mint én. Ugye, és nagyon sok színésznek, például Nemcsák Károlynak óriási felületet adott, hát egy óriási népszerűségre tehetett szert Vágási Feriként, az ország Vágási Ferieként. A nők védelmezőjeként. Így van, aki egyébként megingathatatlan és szereti, imádja a feleségét. Volt egy csomó olyan jelent, amikor például verekedésbe, meg egyéb erőszakos jelentbe keveredtél, mindig te, Karcsi. Ezeket te játszottad, vagy ezeket kaszkadőr játszotta helyetted? Hát nem voltak olyan nehéz jelenetek ezek, hogy ne tudtam volna megcsinálni, de természetesen voltak szakértők, mint minden jelenetben, hisz itt azért nagyon sok rétege megszólalt a társadalomnak, és azért itt a mentősök, hogy hogyan szakszerűen, hogyan lehessen ellátni valamit, tehát minden egyes szakterületnek megvolt a maga. De hát nekem is megmutatták, hogy kell egy kerámiát csinálni. Előtte nem is tudott? Nem. Tehát több rétű volt a munka, és amit Ádám is említett, és Karola, hogy gyakorlatilag lefettük a nagyon sok olyan szakmát, nagyon sok olyan rétegét a társadalomnak, és talán ettől is lett izgalmas és érdekes a mi egész működés. Mert hát ugye a rendszerváltás környékén indult az egész, amikor mindenki próbált ügyeskedni, és azt is tökéletesen hozta a sorozat azokban a karakterekben, akiket megjelenített, hogy hogyan is élünk mi azokban az időkben, amikor a rendszerváltás zajlik. Annélkül, hogy politizáltuk. Így van, volna. Így van. Soha egyetlen egy szóval nem volt erről. Pártról van esett szó. Így van. Így van. Ha ezt valaki megnézi most, akkor 13 évig pontosan tudja, hogy mi történt Magyarországon, politikát kivéve. Vágási Ferivel, pontosabban Vágási Matyival. Mi történik most vajon, Karcsi? Tehát ő ugye most nagyjából már egyetemre jár. Mi lehetne az ő sorsa most, vagy az ő karaktere most? Hogyan lehetne egy sorozatban benne? Már hogyan folytatódhatott volna igen, az ő élete? Igen, Matyival most egyetemre járna, mit csinálna most? Tehát valószínű, hogy egyetemre járna, és... Sokat kellene fizetni, nyomdászfizetés nem lenne elég. Még azt sem gondolom, hogy ez így lenne. Hogy hogyan alakulna az ő élete, az... Senkinek meg kellene kérdezni az Ádámot, hogy hogyan írná tovább, de az nagyon izgalmas és érdekes volt mindannyiunk számára, hogy Ádám fantasztikusan figyelte a mi életünket, a magánéletünket is, és nagyon sok mindent tudott rólunk, tehát ha valami olyan történt az életünkben, én például szeretek futballozni, természetesen megjelent a futball a sorozatban, tehát mindenkinek, aki benne volt a sorozatban, és ahogyan az élete is alakult, ez változtatta a mi jellemünket, a karakterünket, például nagyon sok esetben láthattuk, hisz Ivancsics Ilona akkor volt áldott állapotban, megszületett a gyermeke, vagy Frajta szemünk előtt nőtt föl Ábel Anita, tehát nagyon tehát sok olyan dolog. Felettetek Ádám, tanár úr? Így van, és nagyon nyitott volt minden olyan kérdésre. Én például egy időben azt kértem Ádámtól, hogy nagyon-nagyon pozitív az én figurám. Tehát annyira vonalas voltam, és annyira jó fej, hogy legalább egyszer rúgjak be, vagy valami rosszat csináljak, mert hogy ezért ez... De az elején volt egy fülbevalód. Volt fülbevalód. Írták be a nézők, hogy mi az, hogy fülbevalóban van. Aztán egy ország imádta, hogy megszerette Vágási Ferit. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Lüktet az egész, mind a mai napig az ember bekapcsolja, nem tud róla elkapcsolni. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Köszönjük.